Szép jó reggelt kívánok! Újabb megmérettetésre ébredtünk. Itt a Dolomitokba megyünk megcsinálni a szellakört. Csomagok nélkül, ami azt jelenti, hogy azért van egy-két apróság, főleg sok ital, kevesebb étel. Grappa. Grappát azt csak fönt fogunk fogyasztani. Nem, sportemberek nem isznak sportolás közben, és azért figyelni kell lefele a nagy gurulásnál. Itt vagyunk az alvégen, a kemping legvégén, mögöttünk a szeméttelep. Nem, hát igazából ez valami gazdasági épület, és hát itt a szemben mindenféle dolgok vannak, de legalább árnyékos. És akkor ilyen lakókocsikban laknak itt, szerintem az alkalmazottak vannak itt a végén, és mindegyiknek van egy ilyen kis fa toldaléképület. De ott már gyerekek vannak, ott már szülőkkel táboroznak. La Villában vagyunk. Pezseg az élet. Hát, még azért korán van, annyira nem pezseg. Síiskola, snowboard. Elsősorban azért téli üdülőhely. És van pékség is. A díszlet továbbra is a Dolomitok sziklái, tornyai. Nem is tudom, hogy fogalmazzak. A látvány az fantasztikus. És egyébként talán még most nincs olyan nagy forgalom, mert hétfő van. Én nagyon remélem, hogy fönn a hágókba se lesz annyira nagy. Közeledünk Corvanához, és akkor innen, igazából onnan kezdődik a kör. És ott abban a vályakban. Elég messze van, hogyha majd közelebb megyünk, akkor látni fog, ugye? És ott, mintha több lépcsőből állna. Szóval itt előttünk már a szellacsoport. Magasodik. És akkor megpróbáljuk megkerülni. Természetesen a környék síterepekkel van tele. Látni fogunk majd néhány sífelvonót is. A télen is nagy turisztikai élet van. Megérkeztünk Corvanába, és Kolfoszkó fele megyünk, a Grödner-joch irányába. Fönt a kis alpesi házak, itt lent a sétányon. Emberek sétálnak, futnak, kocognak, kutyát sétáltatnak. És mi most még bicikliztünk is közöttük. Előttünk a Grödner-joch, vagy a Gardena-hágó. És ott lehet látni, hogy az autók már kacskaringoznak föl a Serpentin úton. De csak reménykedhetünk, hogy olyan nagyon nagy forgalom nem lesz. De tegnap azért volt forgalom. És itt van egy jó kis bringa. Ugye a bringások paradicsoma. Itt is van egy kemping, a Kolfoszkó kemping. Ide akartunk jönni tegnap, de
Végül úgy döntöttünk, hogy ami előbb adódik, hogy egyáltalán legyen hely. Korfoszkóba vagyunk. Kellemes kis emelkedőn jöttünk föl. Megálltunk egy pillanatra pihenni. Vagyis hát igazából fotózni, természetesen nem pihenünk. Hú, de régi pajta. Hát lehet, hogy még lakóépület is volt valamikor. Látható, hogy ott vannak fent a hófoltok. Egész közel kerültünk a vízeséshez. Hágó közelében itt legelőztek a telek. Ez a ritka látvány, hogy nincs automotor. Így valóban élvezetes. Önderpassz alatt vagyunk. Hát talán ott a hágó. Nagyon remélem, már nem kell túl sokat menni, vagy ha kell, akkor már inkább csak enyhébb lesz. És egyébként itt mennek a sípályák végig. Különböző felvonók vannak, és kiszállni, beszállni lehet. Itt jöttünk. A hágó úton ott voltak a tehénkék. De már előtte is volt jó pár kanyar ott arrafele. Nagyon szép vonalvezetési út. Gyönyörű a látvány. Ez a hatalmas kanyon. Fölöttünk a Dolomit tornyok. Hát ezt már sokszor elmondtam már napok óta, amióta itt vagyunk, hogy ilyen látvány van. Én nagyon nem is akarom ezt túl ragozni. De azért megmutatok egy kis havat. Így mutatom a kanyart, hogy milyen. Ahogy az autó elmegy, ő is külső ívre megy. És aztán belsőre. Meredek. Újra egy kis fenyőerdő következik. És még egy kis visszatekintés. Mondok én valamit. Minél magasabban vagyunk, ezek a hatalmas tornyok egyre nyomasztóbban magasodnak fölénk. Innentől kezdve bedurvul az emelkedő a csúcs alatt. Úgy látom, még az elbájkosok is nyöszörögnek, és én is. És hát azért a látvány az. Hát azt meg kell mutatni. Többször is. Úgy látom, hogy ott a kőszóráson, vagy nem szórás, mi az, törmelék halmon túrázok. Én ezt hiszem nem látom. Hát én is csak ezen láttam meg, nem tudom, hogy ott jóra nagyítok el. De mintha ott látnék embereket. Biztos föl mell lehet menni, egyébként van turista út.
föl lehet menni a fennsíkra, ugye ennek a hegynek a túloldalán van a Pitzboé, ami 3000 méternél magasabb, ugye a Szella csoport legmagasabb pontja. Úgy tudom, menedékház is van odafenn. Na nézzük csak a felhők, hogy rohangálnak. Az nem baj, csak ne álljanak össze zivatar felhővé. Csúcs közelben vagyunk már. Jobban mondva, a hágó közelben. Refugio Alpino. Töppen vagyunk a hágóba. Szépen. Ott még egy felső állomás. És éttermek kápolna itt is. Jó. Passo Gardena, Grödner-Joch, Zsölf de Frea, Ladinú, vagy valami ilyesmi. Ugye a Ladin népcsoport hazája, a Dél-Tirol és környéke. És akkor körülnézünk. Jobb lett volna a másik oldal, de mondjuk a másik oldalt meg már láttuk bőven. Úgyhogy itt elég monumentálisak a hegyek. És ha jól sejtem, akkor az ott már a Sasso Lungo. Innen még nem lehet fölismerni, de ha így bekanyarodunk a Szellatömb, hogy is van ez nyugati felére, akkor onnan már előjönnek a kúpok. Három jellegzetes kúpja van. Másik oldalról is meg lesz a hágó. Örökítve, úgy értem. Ennél a terasznál ücsörgünk. És visszanézünk, hogy merre is voltunk. Ott lent, ahol a házak vannak. De ennél még érdekesebb, hogy onnan hátulról a hegyek mögül jöttünk, és azt hiszem, hogy a Cinque Torre látható. A mögött van Cortina d'Ampezzo, és ez itt a Tofana egy csoportja, talán. Azért nem vagyok benne biztos, mert annyi hegy van itt. De a lényeg az, hogy azért 3000-eseket látunk itt bőven. Nagy élet van itt a hágón. Lehet, hogy hétvégén ennél is nagyobb az élet. Nyüzsgés motorosok, autósok, turisták. Hát nyár van, szabadságidőszak. Keletről a Szella csoport, nyugat fele. És akkor ott látható, hogy megy lent az út. Oda kell legurulni, tovább menni, bekanyarodni, és aztán le dél fele. Hát ezt most persze nagy vonalakban mondtam. Ez vár még ránk. Hogy tudjuk-e teljesíteni mai napon, ezt nem tudom. A Szellakört tudnánk teljesíteni, de hát mivel a szállásunk is hát elég magasan van, oda vissza kell megmenni, úgyhogy lehet, hogy csak két hágó lesz meg a mai napon. Meglátjuk még.
És itt lehet eldönteni, hogy az ember fölmegy a Szellahágóra, vagy lemegy a Gardena völgybe. És itt pedig a Sassolungónak a hatalmas tömbje. Látható, és valahol ott fönn van a Sella, de még egy kicsit így erre-barra sziklák mögé. Természetesen továbbra is a hatalmas Sella csoport. És még hófoltok is vannak ám, hogyha oda közelítünk. Már ugye tettünk ilyen kísérletet, hogy látható-e, talán valami látható. Alacsonyabb rész, ahol több parkoló van, meg éttermek, meg ilyenek. Úgyhogy most itt kinézünk, és láthatjuk, arra van a Bordói hágó, itt azon a szikla, ahol a felvonó van, és akkor hát ez itt a Szellahágója, és ott szembe meg a Gletscher, Marmoláda Gletschere. Megnézzük közelebbre is.
Ötlenkánecei település. A felső rész csak? Na, az a 49 az nem szokott bejönni általában. A 49 százalékos. Nagyon szép, és most nagyon szépen pont meglövi a nap. Nagyon jó, igen. Szellahágóból primán látszódik a Sassolungo, vagy Lánkófel, hármas kocskája, amit már láttunk a másik hágóból is, az ez a jobb oldali. De nem ilyen formában láttuk. Természetesen sípálják továbbra is minden irányba. Itt lobog az osztrák, az olasz és az EU-s zászló, és itt van egy jó kis faházacska. És itt pedig a Szella csoport, a hatalmas hegytömb. Mennek föl turisták, de főként sziklamászók. És gyönyörű a kilátás, onnan jöttünk valahonnan. Jöttünk fel Sumival, de aztán én úgy döntöttem, hogy én már nem megyek tovább, mert az már sok. Itt még fölmenni a Pordóira, meg a Campolongóba, és még vissza a szállásunkba. Ennyi egyelőre elég a tegnapi nap tükrében. Sumi végigmegy, azt mondta, hatodik, ha szakad, végigmegy. Aztán nyomtunk egy limonádét, és ellenkező irányba elindultunk.
itt van az elágazás, onnan jöttem szemből. Hát ugye meg innen is jöttem, innen is, onnan is, mind a két irányt kipróbáltuk. És ami érdekes, itt ennek a bástyának a legtetején még fenyők is vannak. Nyilván bár innen ez egy hatalmas nagy tömbnek tűnik, de azért alacsonyabb, mint a mellette levő nagy sziklafal. Tehát én már nem mentem körbe, mert ki vagyok dögölve. Igazából végig mentem volna én szívesen, mert ez volt az eredeti terv. A helyzet az, hogy picit magasabban van a szállásunk, és még oda is föl kell menni egy 5-600 métert. Talán. Így 2000 méter szint lenne a mai napban, amit hát szerintem már sok, mert azért csomagokkal jártunk, keltünk. Tegnap is volt néhány 2000-es, szerintem már sok lenne, úgyhogy én inkább nem kockáztatok, úgyhogy visszafordulok. Itt most még meg kell mászni a Grödner-hágót, és aztán legurulni Korvarába, és utána újra föl olyan 1600 méter a szállásukra. Úgyhogy hát ennyi szerintem elég lesz mára. Utána meg főzöm az acskos tésztát. Ismét a Grödner-pászon vagyunk, vagy bocsánat, Grödner-joch, itt a Szászólungó előttünk, arra jártam, ahonnan mind a három csúcsa látható, és akkor én visszafordultam, és most ismét Grödner és lefele Korvara, és a... elfelejtettem, hogy hol is lakunk, de majd el fogom mondani. Úgyhogy lesz egy kis gurulás még, és aztán még egy kis kapaszkodás.
a bicikli, fönt a hegyek, előttem is hegyek vannak, és egy bődületes emelkedő onnalentről. A városból jöttem föl, de már jó régóta emelkedik. Úgyhogy én örülök neki, hogy nem mentem körbe a Szellarondán. Hát kicsit persze bánt a dolog, de hát ez van. Így sikerült, és a józanész ezt diktálta. Még 4 hágót bevállal az ember, már 5-öt nem. Van, aki igen, de én nem. Mutatom, hogy például az az autó, hogy ott hol megy föl. Ugye? Ilyen utak vannak. Remélem látható valamelyest. És ugye itt a hegyi tanyák, legelők, túloldalt a sípálya és a sífelvonó. Bocs, kicsit gyors, már türelmetlen vagyok, tehát itt a sífelvonó, sípályák vannak. Hát ez van, úgyhogy még egy 100 méter szintet meg kell mászni. Hú, hát én itt mutatom, hogy ilyen úton kell, ilyen meredekségen kell itt jönni fölfele. Idefele gyönyörűen gurultunk, suhantunk, és akkor az embernek nem is tűnik fel, hogy mi a helyzet. De hát ezt meg kell tenni visszafele is. Hát itt kell még fölfele menni a Fazarego hágó irányába, olyan 1600 méteres magasságú. Tulajdonképpen ahol az igazi hegyi szerpentinek befejeződnek, és beérünk az erdőbe, ott kezdődik a kemping. Vagyis hát ott van a kemping. Ott pedig talán valahol ott találjuk, hogyha éles a szemünk, és nem remeg a kezünk.